Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ebben a videóban a Kolozsvártól 30 kilométerre, a melegszamos völgyében Gyalu és Havasnagyfalu települések között található Tárnica víztározót, valamint a Tóra és a Gyalui havasokra néző egyik legszebb kilátót, a Holló kövét, vagy a legtöbbünk által ismert nevén Dániel kövét látogatjuk meg. A Tárnica gát 1974-ben épült villamosenergia termelés céljából. Az akkori vezetők egyik legnagyobb vágya az volt, hogy Románia Európa egyik legfontosabb villamosenergia termelőivé válhasson. Ennek a tervnek része volt a tárnicai víztározó megépítése. A körülbelül 220 hektáron elterülő, 8 kilométer hosszú tó ma már inkább a turizmusa miatt híres. A tó környéke napjainkban nagyon zsúfolt, különösen hétvégén, amikor nagyon nehéz parkolóhelyet találni a tó közelében a sok autó miatt. A melegszamos vizét szabályozó 97 méter magas gát mögött felgyülemlett 70 méter mély tavat körülvevő hegyekre, a gyalui havasokra számtalan turista ösvény vezet, a jelzett ösvények közül a leghíresebb a Lukácskőre vezet, ahonnan remek kilátás nyílik a tóra. Egy másik útvonal ugyanonnan indul, mint az előző, egy kevésbé ismert kilátóhoz, a Dániel kövéhez. Románul Pietra Corbilor, avagy Hollok köve a neve ennek a kilátónak. Ezt a kilátót látogatjuk meg most, amely mostanában kezdett híres lenni, mióta kilettek jelezve az idevezető turista útvonalak. Minden évszakban gyönyörű ez a hely, de ősszel a legszínesebb, amikor varázslatos őszi színekbe öltöznek a tavat körülölelő erdő. Lassan érkezünk a mai úti célunkhoz. Eljöttünk a Kolozsvár utáni Gyalu melletti Dán kövéhez. Azt hiszem, hogy nincs magyar megfelelője. Pietra Corbilor, az Hollók köve, de a köznép inkább ismeri úgy, hogy Dán köve. Jó kis kapaszkodó, vagány kis hely. Ősszel érdemes meglátogatni, ilyenkor nagyon szép a táj, mert sok színű ősz van, és ezer színben pompázik. Leszünk egy páran. We'll be right back.
No! Kiértünk az aszfalt útra. Lassan. Kérlek, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a videó alatt található feliratkozás gomb segítségével a Csonta World YouTube csatornára, és kapcsoljátok be a csengőt is, hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő videóról. Köszönjük szépen, viszlát, sziasztok!